Nem vette figyelembe a lemondott miniszterelnök javaslatát Klaus Johannis államfő az ideiglenes miniszterelnök kinevezésekor. A javasolt Mircea Dușa védelmi miniszter helyett Sorin Câmpianu oktatásügyi minisztert nevezte ki az ideiglenes kabinet élére. Az ügyvivő miniszterelnök az új kormány felállásáig maradt hivatalban, korlátozott hatáskörrel. Első nyilatkozatában ebben a minőségében Sorin Câmpianu megköszönte a bizalmat, hangsúlyozva a ráháruló felelősséget. Ebben az időszakban a kormány a folyó ügyek intézéséért felel, teljesen kiegyensúlyozott szellemben, anélkül, hogy lehetőség nyílna sürgősségi kormányrendeletek vagy törvénytervezetek kibocsátására. Ez nem azt jelenti, hogy nem figyelünk oda a költségvetési törvény elkészítésére technikai szempontból. Nem látják a gyökeres változások lehetőségét az Erdély Magyar Televízió által megszólaltatott politikai szakértők abban, hogy a nagyobb városokban tömegesen tüntettek a politikai osztály ellen. Valószínűtlennek tartják az előrehozott választások lehetőségét is. A többnyire fiatalokból álló tömegek spontánul kialakult tüntetésükön nem egy politikai pártot képviseltek, vélte Illyés Gergő politológus, ezért igen valószínűtlen, hogy rábírják a politikai osztályt a hatalom elhagyására. Az előrehozott választások nem reális alternatíva, addig, ameddig több nagy román pártnak, köztük a szociáldemokratáknak egyáltalán nem áll érdekükben egy előrehozott választás is, hiszen ebben a mostani helyzetben nagy népszerűség csökkenést szenvednék el. Én azt tartom valószínűleg, hogy a parlament igenis meg fogja szavazni az első vagy a második miniszterelnök jelöltjét. Hasonlóan nyilatkozott Székely István Gergő is, aki úgy véli, hogy a nagy számok ellenére viszonylag szűk réteg vonult ki az utcára. A szociáldemokratáknak továbbra is megvan a jelentős hányadot képviselő, elsősorban vidéki szavazóbázisa. Meglátása szerint paradox helyzet állt elő, azok ugyanis, akik most a politikai osztály távozását követelik, egy éve örömmel szavaztak Klaus Johannisra, aki maga is betagozódott ebbe az osztályba. Az államfő ráérzett erre, de kockázatot is vállal, mondja Székely István Gergő. Látszik, hogy ezért dobta be ezt a dolgot, hogy most akkor meg fogja hívni a civil társadalom, illetve idézőjelbe az utca képviselőjét is az egyeztetésekre. De ez nagyon vékony jég, mivel nagyon nehéz lesz megtalálni azt a formulát, amelyben tényleg az utca népe, aki tüntet, ezt a dolgot legitimnek is ismerje el. Az előrehozott választások amúgy azért is valószínűtlenek, tette hozzá, mert 2016 nyaráig nincs hatályos választási törvény, így ezek kiírása alkotmányba ütközne.